Az autizmus leggyakrabban nem látható kívülről, inkább az eltérő viselkedésben, vagy a mások által furcsának vélt viselkedésnél merülhet fel a gyanú, hogy esetleg az autizmus áll a hátterében. Ugye néhány dolgot tudunk, ilyen sztereotipikus dolgokat, hogy kerülik a szemkontaktust például, de ez sem mindenkire igaz. De előfordulhat az is, hogy valaki, aki autista, az emberi viselkedéssel kapcsolatban pont az a nehézsége, hogy nem különbözteti meg jól, hogy kivel hogyan lehet viselkedni, barátkozni, ezért mondjuk lehet, hogy könnyebb neki és a kísérőjének egy olyan a tömegközlekedési eszköz egy olyan részén elhelyezkedni, ahol viszonylag kevesebb ember van és kevésbé zavaró a környezet számára az ő szokatlan közeledése. Hogy miben lehet segíteni a közlekedésben? Többféleképpen is lehet segíteni. Lehet, hogy egy autista embernek van egy kedvelt helye azon a bizonyos járművön, amin utazik, és számára az fontos és biztonságos, hogy mindig ugyanazt a helyet foglalhassa. Ami nehézséget okozhat nekik egy utazás során, például az, hogyha túl sok ember van, túl sok különböző zaj van, amiből neki nehéz kiszűrni, hogy mi az, amivel ő neki dolga van, vagy neki szól. Esetleg nyáron mondjuk tapasztalhatunk ilyet, hogy sok ember van, izzadunk, sokféle parfüm, sokféle illatot, szagot érzünk egyszerre. Ez autizmusban gyakran nehézséget jelent. Nagyon fontos volt nekünk az a felénk tanúsított empátia, ami a mostani pandémia kezdetekkor, amikor a maszkviselés szabályait szigorították, a tömegközlekedési eszközökön kötelezővé tették, ez nagyon sok autista gyermeknek és felnőttnek nem megy, vagy nem ment azonnal, és a BKK volt az első, aki először megértette ezt, és azon túl, hogy engedményt adott ebben nekünk, én kiemelném, hogy különösen empatikusan tette azt, mert hogy különös figyelmet fordított arra, hogy ez a kivételszabály, ez nem csak arra figyelt, hogy nekünk segítsen, hanem arra is, hogy ez a kivételszabály ne hozza maga után azt, hogy esetleg a társadalom negatívan ítéli ezt meg, hogy neki nem kell, akkor nekem miért kell, és hogy ne autista a gyerekek és felnőttek kerüljenek emiatt bajba. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy egy nagyon jó partnerünk és példamutató magatartása a BKK-nak ebben a tekintetben. És ez a pandémiában egyébként ez a példamutatás, ez utána hozott is újabb jó gyakorlatokat maga után, mert a vidéki közösségi vállalatok is bátrabban felmerték vállalni ezt a kivételt.